Köszöntöm a lelátó nézőit, csütörtök este lévén ismét friss sportmagazinnal jelentkezünk, melyben kettő stúdióbeszélgetéssel és kettő tudósítással készültünk önöknek. Sportos fél órát kívánok! A Harcosok Klubja sorozat 28. állomásán szerepeltek az elmúlt hétvégén a Kickboxing Team Baja versenyzői. Mezőfi András három tanítványát vitte el Budapestre, közülük kettőnek jutott ellenfél ezen az estén. A bajaiak díszes trófeákkal térhettek haza. A bajaiak visszatérő vendégnek számítanak a Harcosok Klubján, Mezőfi András és csapata évek óta részt vesz a budapesti rendezvényen. A mostani már a 28. gála volt a sorban, ahol nem kevesebb, mint 29 mérkőzést láthatott a közönség. Valóban a Harcosok Klubja 28. rendezvényen voltunk, és a Harcosok Klubja az egy színvonalas rendezvény. A Vasasportcsarnokban voltunk, Fáj utcában, azt gondolom ez magáért beszél, és ott egy nagy közönség előtt nagyon jó mérkőzéseket láthattunk. Én emlékszem, 28-29 darab mérkőzés volt összesen, ami azt jelenti, hogy ugye voltak a felvezető mérkőzések, 15 darab és 14 darab főmérkőzés, amiben nagy megtiszteltetés, hogy a bajai sporttársainkat, tanítványainkat el tudtuk vinni, és ott tudtak küzdeni nagy közönség előtt, és volt egy nagyon jó hangulata volt ennek az eseménynek, és mindenképpen kiváló mérkőzéseket láthattunk. Tukacs Fanninak ezúttal nem jutott ellenfél, a kettő fiúnak viszont igen. Török Dénes Milán számára nehéz feladat jutott ezen a napon, de a bajai harcos bízott a jól sikerült felkészülésben. Végül hatalmas csatát hozott az összecsapás. A Harcosok Klubjára úgy körülbelül másfél hónapja derült ki, hogy lesz ellenfél. Ennek megfelelően visszatekintve az előző meccsekre, visszaálltunk kicsit az erőlétre és az állóképesség fejlesztésére. Persze emellett voltak technikai edzések is. A versenyre egy autóval mentünk, a Mezőfi András, a Mezőfi Richarddal és Blázsev Istvánnal. A helyszínen enyhe átmozgatás gyanánt még volt egy kis páros gyakorlattest. Mesélj a meccsedről, akkor elérkeztünk a fő eseményhez. Mi volt a taktika, mi volt a terv és hogyan értékeled így utólag a meccset, milyen volt? Hát úgy kezdtünk neki, hogy mindenképp végig szeretnénk csinálni a mind a három menetet. Persze ebben benne volt az is, hogy ha esetleg úgy van, akkor előbb vége lesz, de nem ez volt a főbb cél. Az első menetben ott lényegében inkább csak kóstolgattuk egymást, majd a második, harmadik menetre ott már nagyjából tudva, hogy a másik mit tud, egymásnak mentünk, és végül pontozással alul maradtam. Milyen volt az ellenfél, mennyire volt reális ez a pontozás? Szerintem teljesen reális volt, a technikája valamilyen szinten jobb volt, és nagyon ügyes volt. A pontozásos vereség ellenére Dénes fontos tapasztalatokkal gazdagodott a mérkőzésen. Nagyon fontos az, hogy a Török Dénes Milán nagyon jó lehetőséget kapott a főmérkőzések között, hiszen full Muay Thai kategóriába, természetesen az ő korosztályába, 14-15 éves korosztályba, könyökvédő kötelező. Ugye ez az a kategória, amikor könyökölünk és térdelünk és dobhatunk is többek között bizonyos formába. Én úgy gondolom, hogy Dénes hozta azt a formát, amit elvártam tőle. Sajnos pontozással alul maradt, de ez a sajnos, ez igazából nem sajnos, hiszen egy nagyon kemény, kijelezett mérkőzésen adok-kapok volt, és én azt gondolom, hogy 14 évesen méltán szerepelhetett a Vasasportcsarnokban. A másik bajai harcos Blázsev István volt, aki élete első felnőtt mérkőzését vívta. A mindösszesen 18 esztendős versenyző egy 29 éves sportolóval nézett farkas szemet. Igaz, nem túl sokáig. Igazából nagyon izgultam az elején, megnéztük az ellenfelemet, és technikával próbáltunk készülni rá, de meccs előtt már megnyugodtam, és meccsre koncentráltam. Igen, gyorsan végeztem. Így igaz, a mérkőzés elején kapásból megpróbáltam lebontani a védelmét, ami sikerült is, az első menetben háromszor padlóra küldtem, és fejkáóval nyertem. A nem egészen 2 perc alatt István ellenfelére háromszor is számoltak, így a mérkőzés vezető beszüntette a küzdelmet. A gyors győzelemnek természetesen Mezőfi András is nagyon örült. Őről tudni kell, hogy az ő edzője Mezőfi Richard, ő a felkészítő edzője, és én úgy gondolom, hogy István hozta azt, amit vártunk tőle.
volt egy taktikánk, megnéztük az ellenfélnek a meccseit, mérkőzéseit, és egy olyan taktikát választottunk, hogy kivárunk egy picit az elején. Tudtuk, hogy egy erőteljes, 29 éves versenyzőről van szó, István éppen 18-at töltötte. Tudtuk, hogy egy erőteljes, izmos, jól képzett versenyzőről van szó, aki verekedő stílusú egyébként, és ő K1 kategóriába indult, és hát Istvánra gyakorlatilag rárontott, és a taktikát próbálva betartani István egyet-kettőt bekapott az elején, de aztán egy jobb horoggal padlóra küldtük azonnal, ez a 20. másodpercben volt körülbelül. Utána számoltak, fölállt 8-nál, következő mozdulatnál István újból lecsapta egy horoggal, és aztán a harmadik leütés után ugye gyakorlatilag K.O. bíró kiszámolta a versenyzőt. Mindez megtörtént 2 percen belül, tehát az első menetben. Nagy megelégedésünkre szolgál, természetesen ezzel nem bízzuk el magunkat, hanem azt gondoljuk, hogy az Istvánnak egy méltó helye lesz a magyarországi Thai Box és K1 világába, hiszen egy harcos versenyzőről van szó, és talán azt tudjuk legjobban kiemelni az Istvánról, hogy az ütő álló képessége a fejen az példaértékű. Tehát ő hiába, már több mérkőzésen bebizonyosodott, hogy hiába kap nagyokat, egyszerűen bírja és bemelegszik, és ebben a sportban ez nagyon sokat számít, hogy ne üvegállóak legyünk. Úgyhogy ezúton is gratulálok a tanítványaimnak. A szervezők ezúttal alaposan kitettek magukért, hiszen a főmérkőzések résztvevői méretes serleget vehettek át az eredményhirdetéskor. A Kick Thai Boxing Team Baja edzői és sportolói mostantól a nyári edzőtáborra készülnek, amit június 26-a és 30-a között rendeznek meg Baján. Felkészülésben vagyunk, jelen pillanatban folynak még az edzések, ugye itt a tanévnek a vége van, rengeteg diákkal foglalkozunk is többek között, de mindig, mint hosszú évekre visszamenőleg, akár egy évtizedről beszélhetünk már, Petőfi-szigeten fogjuk a szokásos edzőtáborunkat megtartani, ez június 26-ától lesz, június 30-áig, ugye ez az időszak az, amikor még a gyerekeket össze tudom szedni, kicsiket, nagyokat, középkategóriás juniorokat, és én azt gondolom, hogy egy jó edzőtábornak nézünk elébe, hiszen a dunaújvárosi boxolók fognak hozzánk jönni, akikkel egyfajta testvéri egyesületi viszonyban vagyunk, és hát nem beszélve arról, hogy ma várom a fülesmestertől Pécsről a választ, hogy ők hányan érkeznek, úgyhogy szállás lefoglalva, étel holnap megrendelve, véglegesítve, én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó hónapnak nézünk elébe. A bajai edzőtábort követően egy rövid pihenő jön majd, a versenyek várhatóan szeptemberben kezdődnek újra. Véget ért az idény a kosárlabda csapataink számára, és bizony finoman fogalmazva volt már sikeresebb bajnokság is, mint a mögöttünk hagyott. A tapasztalatokról beszélgetünk a bajai NKK, valamint a bajai bácska trénereivel, Tamás Zoltánnal és Hosszú Istvánnal. Köszöntelek titeket. Tanyi, néhány héttel ezelőtt, amikor a rájátszás kezdődött, akkor beszélgettünk itt, és azt mondtad akkor, hogy titkon azért egy kicsit jobb szereplésben reménykedtél, ugye a 9-től 16. helyért játszottatok végül a rájátszásban. Tartod ezt a véleményedet? Igen, ezt azért tartom, mert úgy kezdődött a bajnok, vagy ahogy a bajnokság kezdődött, úgy láttam pici reményt, hogy most nagyon fogunk előre ugorni. Igazából mindannyian tudjuk, a labda kerek, így alakult a vége. Tehát ez nekem egy tiltott vágyam volt, de amit elértünk, úgy gondolom, hogy ez a 4 hely előrelépés is a tavalyhoz képest előrelépést jelent. Hogy zártunk? 11. helyen zártunk, ugye a tavalyi 15-höz képest mindenképpen előrébb léptünk. Úgy gondolom, hogy fiatal csapatként, lehet a bajnokság egyik legfiatalabb csapataként, ez jó teljesítmény. Nyilvánvaló, hogy a bajai közönség elitebb kosárlabdához van szokva. Most jelen pillanatban úgy gondolom, hogy a lányok kitettek magukért, megérdemelt a 11. hely. A Bácska 24 csapatból a 23. helyen zárt, óriási csalódás ugye a szurkolók számára. Mi áll a sikertelenség hátterében, Pisti? Hát igen, már eleve a szezont is már elég rosszul kezdtük, ugye hát az köztött még az Ágfavi Bálint ugye nem állt a rendelkezésünkre, majd a bajnokság közben a Mándik Máté nagyon sokszor hiányzott, aki ugye nagyon meghatározó a mi kis csapatunkban, ugye főleg úgy, hogy mi ugye mind hazai gyerekekkel játszunk, kivéve ugye a Milos, egy szerb fiú van, aki játszik még nálunk, és a sorozatos vereségek kapcsán én úgy éreztem, hogy teljesen hitüket vesztették, és nagyon nehéz volt felrázni, sőt mondhatni, nem is sikerült felrázni őket, és sajnos mondhatni, hogy értékelhetetlen teljesítményt nyújtottunk, mert
nem ehhez szokott a bajai publikum, hogy a bajai kosárlabda ilyen legyen, de nem mentséget kerestve a fiúknak, de azért ez az NB1-B nagyon megerősödött az elmúlt időszakban. Ez köszönhető ugye, hogy az A csoportban az öt idegen légióst engedélyezték, ezáltal nagyon sok játékos jött le a B ligába, és nagyon jó kis mérkőzések. Mondhatni azt én szerintem, hogy az NB1-B most a magyar bajnokság, mert ugye az A csoportban nézhetjük akár a bajnoki döntőtitust, majdnem minden mérkőzésen 6-8 idegen légiós van a pályán, magyar játékos szinte alig kerül szó, vagy jut szóhoz. De ennek ellenére elkeserítő ez a szereplésünk. Én azt gondolom, hogy innen már csak fölfelé lehet haladni. Az előbb azt mondta Tanya, hogy a lányoknál ugye nagyon-nagyon fiatal a csapat, viszont van 3-4 olyan rutinos játékos, Kovács Dóra, Szörösi Bogi, vagy Ferenc Andi, akik egyfajta megfelelő egyveleget, elegyet alkotnak a fiatalokkal. Érezhető volt ez évközben, vagy ez nem tapasztalható? Nem, szerintem minden folyt rendes kerékvágás szerint. Annyi az egész, hogy igazából egy picit több edzésre lenne szükség az idősebb játékosok részéről. Ugye ez ebben a helyzetben, amikor nincs szó fizetett játékosokról, és mindenki a munkahelyén elvégzi a napi 8 órát, 9 óra munkát, nehéz jó edzésre bírni azt a játékost. Az öreg idézőjelben, tehát idősebb játékos állományunk mindegyike dolgozik, elvárjuk, hogy jöjjenek edzésre, azonban a teljesítmény az nagyban nyilván attól is függ, hogy mennyire fáradt, mennyire tudott készülni fejben fizikálisan az edzésre, illetve a mérkőzésre. Sok egylabdás meccsetek volt? Igen, sok egylabdás meccsünk volt, hál' Istennek sokból is jól jöttünk ki. Tehát nyilván ehhez a, és nem csak ehhez minden sporthoz nagyon-nagyon fontos a szerencse, egy picit most mellénk pártolt. Pisti, az előbb edzőként kérdeztelek, most elnökként foglak kérdezni. Ugye az idén közben széket cseréltetek Cservék Csabával, ahogy a te szavaiddal fogalmazzak, felrázza egy kicsit esetleg a csapatot. Hogy értékeled ezt a döntést így utólag? Az eredmény alapján ez nem jött össze? Igen. Sajnálatos módon, mit tudom én, egy 2-3 fordulóig kitartotta a lendület, meg valóban úgy mentek a fiúk. A későbbiekben aztán, úgymond, visszacsöppentek az előző, úgymond laza hozzáállással, és én nagyon nagy hibát itt inkább a motivációból látok, és amit az előbb a Zoli mesélt, hogy ugye itt a, nálunk is a srácok mindenki munka mellett kosárlabdázik, és azért a héten ugye mi 5 edzésre járunk, vagy jövünk be, tehát sajnos van, mikor munkai elfoglaltság miatt egy-egy játékos hiányzik, amikor már ugye meghatározóbbak hiányoznak, akkor már nagyon nehéz minőségi edzést csinálni, mert már a fiúk, ahogy bejönnek a terembe, már nem úgy érzik magukat. De ez még mindig nem mentség arra, hogy amikor kimegyünk a pályára és meccset játszunk, nem teszünk meg mindent azért, hogy győzzünk, és mit tudom én, másra mutogatva, másban keressük a hibát, holott inkább mindenkinek saját magába kéne belenézni, ugyanúgy nekünk is, vezetőknek, illetve edzőknek is. De én azt gondolom, hogy majd rendettéve a következő szezon másképp alakul. Mesélj erről a következő szezonról, ugye átszervezték a B csoportos bajnokságot, nem lesz kelet-nyugat, ha jól tudom, hanem egy fél profi és egy amatőr B csoport lesz, mi ugye az amatőr B csoportban fogunk szerepelni, ami gyakorlatilag a harmadik vonalat jelenti. Cél egyből a visszajutás? Hát igen, nagyon szeretnénk egyből visszakerülni. Természetesen nem lesz ez se egyszerű, mert itt azért szerintem úgymond az alsó B-ligában is nagyon sokan erre pályáznak, és azért vannak jó csapatok, tehát most akár egy Salgótarján, sőt a középső körből a Tiszaújváros is ide került, tehát ott azért lesznek olyan komoly ellenfelek, akivel nagyon nehéz lesz megvívni. Nyilván azon dolgozunk, hogy egy kicsit megerősítsük a gárdát. Sajnálatos módon nagyon sok fiatalunk elmegy, mert ugye érettségi után vannak, helyesebben hát most még közben, mert még a szóbeli vizsgákat csinálják, hogy ezek a fiatalok sajnos sokan elmennek. Fiatal gondunk is lesz, főleg úgy, hogy a Pákerti Tomi, aki még Baján van, ő egy keresztszalagszakadás műtéten van túl. Hát én szerintem ő, hogyha az év végén, december környékén tud játszani, az már óriási nagy szó lenne. De ennek ellenére nekünk az a feladatunk, hogy igenis itt
az alsó, és remélem, lehet, hogy nagyon optimistán gondolom, de ott nyilván majd nyerünk mérkőzéseket, és talán a győzelmek jobban felrázzák a társaságot, mert ugye ebben a bajnokságban is volt 6 olyan 3 ponton belüli mérkőzésünk, amit mi sajnos mind elvesztettünk. És amikor ugye a szövetség úgymond felvetette ennek a kérdését, hogy szétválasztják a B-ligát, lesz egy erősebb B-csoport, meg egy gyengébb, vagy hát amatőr, akkor szerintem sokkal szétszórtabb volt a bajnokság. Tehát nagyobb különbségek voltak a bajnokság eleje és a vége között, mert most mit tudom én, a Veszprém ugye döntőt játszott, de mit tudom, itt Baján hosszabbításba tudott csak nyerni. Tehát nem voltak az lefutott mérkőzések. Én azt gondolom, hogy ez most a, hogy mondjam, indokát vesztette, hogy most került erre sor, mert hogyha ezt 2 vagy 3 évvel ezelőtt teszik meg, akkor szerintem sokkal logikusabb lett volna, de hát most jutott el idáig a szövetség. Lányoknál tervek, újabb 4 hely előre, jövőre? Mekkora mozgás várható nálatok a nyáron? Igen, proféta szóljon belőled. Igazából ugyanaz a probléma, ugyanaz a betegség minket is fenyeget, mint bármilyen sportot. Szerintem el lehet mondani, nem csak a kosárlabdára. Ugye érettségi után szét néznek a tanulók, hogy merre és hogyan tovább. Ez talán egy picit a lánysportban fokozottabban érvényben van, ugye itt, és nem lenézve a fiúk tanulmány eredménye, a lányoknál általában ez fontosabb tényező, hogy nem a sport tevékenységet folytatja tovább, hanem tanul. Igazából felvételi előtt állunk, még nem szeretnék arról beszélni, hogy ki hova merre. Az idősebb játékos állomány, én úgy gondolom, hogy arra számítani tudunk a jövőben is. Alulról építkezünk, itt nagy remények nincsenek egyelőre. Mi addig nem fogunk tudni még nyilatkozatot sem tenni arról, hogy esetleg az első ligában szerepeljük, amíg ennek a megfelelő háttere nem adott. Folytatjuk tovább a munkát. Elviekben azt mondhatom, hogy egy nagyon jó utánpótlás nevelő bázis vagyunk, ennek így kell a továbbiakban is történni. A szurkolók nevében azt mondhatom, hogy egy sikeresebb következő idént kívánok, akkor majd szeptembertől. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltatok. Köszönjük szépen. Mi pedig folytassuk labdarúgással, egészen pontosan játékvezetéssel, hiszen június elején visszavonult az aktív játékvezetéstől a megye talán egyik legjobb labdarúgó játékvezetője, Wittmann János, róla szól a következő tudósítás. A városi kispályás labdarúgó bajnokság egyik mérkőzésére érkezik Wittmann János. A játékvezető a nagypálya mellett hosszú évek óta működik közre a kispályán is, mostantól pedig már csak itt lehet majd találkozni vele munka közben. A Spori pontosan 20 évvel ezelőtt, 1997-ben kezdett játékvezetőként tevékenykedni, most pedig pályafutása lezárása mellett döntött. Végig kellett nekem is járni, mint akkoriban mindenkinek, és hát nem volt könnyű, de csak azt tudom mondani, hogy én csak kaptam ettől a játékvezetéstől. De nagyon sok barátot sikerült szereznem így a játékvezetésen keresztül, és csak pozitívokat tudok mondani. Milyen osztályig jutottál, mire vagy a legbüszkébb? Hát MB3-os szintig jutottam játékvezetésbe, és egy jó pár alkalommal volt alkalmam az MB2-ben is működni, mint asszisztens. Régen Harsányi Józsival és a Túlmó Gyurival. Miután végigjárta a Szamárlétrát, több emlékezetes mérkőzésen is dolgozhatott, akár játékvezetőként, akár asszisztensként. Van egy pár szuperkupa, a megyei szuperkupa, amit vezettem. A legnehezebb mérkőzések viszont volt egy ferencvárosi B-középnek van egy csapata, aki eljutott az országos 64-be, és ott egy Vác elleni csapata, az volt a legnehezebb, és az utolsó, amit fújt az ember, az az Érsekcsanád Balota, és nem azért, mert a két csapat megnehezítette a dolgomat, mert nagyon korrektek voltak és sportszerűek, hanem mert az utolsó volt, és az érzem még egy kicsit az mindig fölfokozottabb. Wittmann János munkájának talán legnagyobb elismerése, hogy a játékosok többsége pozitívan nyilatkozik róla, ami a szakma jellegét figyelembe véve nem éppen általános dolog. Lelkizősnek lelkizős vagyok, de én mindig úgy kezdek egy mérkőzés értékelését, hogy ha nem teljesen simán, hogy mit kellett volna nekem másképp csinálni
ahhoz, hogy hogy másképp alakuljon a vége. És, de viszont a pályáról nem szoktam tovább vinni soha, és ezt nem is szabad egy játékvezetőnek. Ott a pályán, ami történt, azt ott kell elintézni a pályán, és utána nem visz magával, és mindenki tiszta lappa indul a következőn, ezt csak így lehet csinálni, máshogy nem. Wittmann János munkájának talán legnagyobb elismerése, hogy a játékosok többsége pozitívan nyilatkozik róla, ami a szakma jellegét figyelembe véve nem éppen általános dolog. A Spori nem csak dicséreteket, hanem szakmai díjakat is kapott az elmúlt években. Háromszor választották meg az NB3 legjobb játékvezetőjének, míg a megyei élvonalban négyszer lett a legjobb sípmester. Azért széles a paletta ilyen téren, mert tehát annak idején azért mi abban az időszakban estünk, amikor egy Prikidánovics Danitól, egy Turcsik Pisti bácsitól tanultuk a Harsányi Józsitól a szakmát, és őtőlük nagyon sokat tanultunk, de hát mindenféleképp meg kell említenem azt, hogy az, hogy egy játékvezető hova jut, az mindig egy csapatmunka. Ugyanúgy, hogy a csapatoknál is, itt is, tehát az asszisztensek terén, tehát egy játékvezető nem csak egy játékvezető vezet jó egy mérkőzést, hanem az a team vezeti, tehát abban benne vannak az asszisztensek is. Én nagyon sokat köszönhetek asszisztensként, például egy Süveggyártó Attilának, egy Horváth Ferencnek, vagy mondhatnám még Alaga Ivánt is, akik mindig ott voltak velem, amikor ezeket a címeket elértem, amit sikerült ebbe a pár évbe összefütyülni. A nagypályától ugyan most elköszönt a játékvezető, azonban a városi kispályás bajnokságban még tovább fújja a sípot. Hát igen, ez már ilyen keftelés, amennyit az időm enged, akkor lejár a kispályára, és akkor ott még azért még boldogítom egy darabig, remélem a játékosokat. Történelmi pillanatok zajlanak majd le a Bajai Petőfi szigeten, hiszen egy 25.000 dollár összdíjazású nemzetközi női teniszversenynek lehetünk majd szem és fül tanúi egészen egy héten keresztül majd. A verseny részleteiről a Bajai Teniszklub elnökével, Kontra Györggyel beszélgetünk. Nagy tiszteltel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Az elmúlt években megszokhattuk, hogy utánpótlás versenyek, illetve emlékversenyek vannak a felnőttek számára. Ilyen volumenű teniszverseny még soha nem volt Baján. Hogyan jött a lehetőség, hogy egy igen komoly nemzetközi mezőnyt tudjunk a Petőfi-szigeten fogadni? Igen, hát ez egy nagyon nagy megtiszteltetés úgy a teniszklubunk, mint a város számára is. Régi álmunk vált most valóra, hogy ezt az ITF, tehát a Nemzetközi Tenisz Szövetség égisze alatt futó női nemzetközi tenisztornát tudjuk itt fogadni. Gyakorlatilag sikerült a mi kis környezetünket egy olyan szintre fejleszteni, hogy megüti azt a nemzetközi mércét, hogy a Magyar Tenisz Szövetség jó érzéssel tud ide tornákat szervezni. A nagy köszönet ezért Richter Attilának, aki a Magyar Tenisz Szövetség főtitkára és bajai születésű. Említed a körülményeket, hogy olyan szintre jutott a Bajai Teniszklub és környezete, föl is kellett újítani jó néhány pályát most, ami megtörtént az elmúlt hetekben, ahhoz, hogy ezt a 25.000-es versenyt Bajára tudjuk hozni. Ez így van. 10 pályából 5-öt sikerült olyan állapotra hozni, hogy a nemzetközi standardeket megüti. Egy nemzetközi pályaépítő cég segítségével több hetes munkának az eredményeképpen végül is létrejött 5 olyan pálya, ahol ez a rendezvény lebonyolításra kerül. Ebből 3 pályán fog majd az éles verseny zajlani, 2 pályát pedig kötelezően az edzésekre kell szentelnünk. Egy kicsit helyezzük képbe a bajai sportbarátokat azzal kapcsolatosan, hogy mit is jelent ez a 25.000-es női nemzetközi tenisz verseny, abból a szempontból, hogy kik lesznek itt a világranglistát, veszik általában alapul mindig a teniszsport rajongói, mert hova lehet belülni a mostani mezőnyt? Hát ugye a király kategóriája a női mezőnynek a VTA,
nem ők vannak itt nyilvánvaló, tehát nem Serena Williamsről kell álmodoznunk, reméljük egyszer eljutunk oda. Ez az úgynevezett Challenger tornák kategóriájába tartozik ez a mi kis versenyünk, amit rendezni fogunk. Itt is nagyon értékes világranglista pontokat tudnak gyűjteni a résztvevők. Jelen pillanatban a legkomolyabb helyezéssel egy hölgy rendelkezik, aki 250. a világranglistán, és így tovább. Ez tenisztudás szempontjából, ez már egy igen komoly tudást feltételez. Úgyhogy akik ellátogatnak és megnézik majd a versenyt, azok nagyon-nagyon jó teniszmeccseket fognak látni. És itt ragadnám meg az alkalmat, hogy nem csak egyéni versenyről beszélünk, hanem páros versenyről is. Kicsit a lebonyolításról is beszéljünk, ugye lesz selejtező is, lesz főtábla, mekkora létszámokkal, és a heti program az hogyan épül fel ebből a szempontból? 32-es főtáblájú a verseny, ez azt jelenti, hogy 32 nevező indul el a hivatalos rendezvényen, ami hétfőtől kezdődik. Viszont már vasárnap megkezdődnek a kvalifikációk. Ez azt jelenti, hogy első körben a főtáblára 18 résztvevőnek a nevezését fogadtuk el, akik definiáltan indulhatnak a versenyen. A maradék 14 helyre kvalifikációs körben választódnak ki egyenes kieséssel a játékosok. Tervek szerint ez vasárnap, illetve a hétfői napon le fog zajlani, és így alakul ki a 32-es főtábla, a 32-es mezőn. A párosoknál 16 páros van, ott kvalifikációt nem rendezünk, ott rögtön a főtáblára kerülnek a csapatok. Mikor kezdődik nagyjából a napi program, és meddig láthatnak a teniszrajongók mérkőzéseket a torna keretein belül egy-egy nap? A lebonyolítási tervek szerint hétfőn kezdünk, és szombati döntők lesznek. Ugye nyilvánvaló, hogy amíg a főtábla tele van, tehát a hét elején, az egész nap rendelkezésre áll a torna résztvevői számára. Tervek szerint 9 órától kezdődnek a meccsek, és egész nap tartanak azt. Aztán ahogy fogyatkozik a mezőny, ugye ez csökken. Jól gondolom, hogy ez igen nagyot lendíthet a bajai teniszsportágnak a helyi népszerűsítésében? Mi mindenképpen bízunk ebben. Hova tovább ezzel a első szervezéssel azt szeretnénk elérni, hogy ez a torna a hazatérő vendég legyen itt. Úgyhogy minden kedves nézőt bátorítanék, hogy jöjjön ki, nézze meg a meccseket, ingyenes a belépés. Én bízom benne, hogy egy nagyon színvonalas tornát fogunk tudni itt rendezni. Elnök úr, a hátralévő napokhoz jó szervező munkát, aztán pedig egy nagyon sikeres tornát kívánok, és annyi jó hírt még elmondhatok a Bajai Televízió nézőinek, hogy a tervek szerint majd hosszabb terjedelemben televízión képernyőjére is kerül majd a nemzetközi torna. Bízva abban, hogy így is sikerül egy kicsit népszerűsíteni a teniszt Baján és környékén. Nézőinek most köszönöm szépen a figyelmet, egy hét múlva csütörtökön este ismét találkozhatunk. Viszontlátásra!